Bejelentés érkezett a rendőrségre, hogy egy ismeretlen bejutott egy jászladányi családi házba, és onnan 150 ezer forintot, 50 eurót, egy laptopot, két mobiltelefont és egy váltáskát vitt magával. A rendőrök azonnal megkezdték az adatgyűjtést, és hamarosan látókörükbe került egy jászladányi fiú. Előállították a rendőrőrsre, és gyanúsítottként hallgatták ki. A nyomozók megállapították, hogy az elmúlt két hónapban több vagyon elleni cselekmény is a terhére róható, ezért őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását. A Jászberényi rendőrkapitányság nyolc rendbeli lopás miatt folytat eljárást.